A Nemzeti Kézilabda Akadémia minden növendéke részt vesz a karácsonyi jótékonykodásban. 17 növendék játszik egyébként ebbé egyes csapatokban jelenleg, miközben a válogatottól visszavonult Nagy László után Görbicz Anita is. utánpótlási és sportági kérdőjelek a Neka vezető Mocsai Tamással. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tamás, a Magyar Kézilabda egyik fontos műhelyének vezetőjeként te hogyan értékeled, hogyan láttad a női válogatott VB teljesítményét és szereplését? Igen, még zajlik a világverseny. Ugye azt látom alapvetően, hogy azok a csapatok jutottak az elődöntőbe, akik tényleg olyan fizikai képességekkel rendelkeznek, amit utóbbi tíz év alatt fölépítettek. Itt látjuk, hogy a svédek, norvégok, de a dánok is egy olyan programot indítottak el már tényleg közel tíz éve, aminek az eredménye most látszik. És hogyha egy francia-magyar mérkőz összecsapást látunk, akkor úgy gondolom, hogy van mit tennünk. Nekünk is, a magyar csapatoknak is el kell gondolkodnunk azon, hogy hol vagyunk lemaradva, és én itt tényleg a, a fizikumomban látok hiányokat. Tehát a fizikum az, amit megjelölnél első helyen, amikor a lemaradást keresed? A lemaradás igazából azt veszem észre, hogy a sportunk annyira változott, egyre gyorsabb lesz, egyre dinamikus lesz, egyre több párhalc látható. Én mindig azt láttam, hogy a magyar sport nagyon technikás, mi nagyon rafinált jó játékosokat adtunk, de egy kicsit nagyobb térbe kerül ugye az egy-egyek, kettő ahol tényleg a párkapcsolatok mellett a saját fizikum és képességek előtérbe kerülnek. Kim Rasmussen saját képére próbálja alakítani a csapatot a gyors lerohanásokkal, gyors visszarendeződéssel, próbál masszív védekezést játszatni. Az ő stílusa jól illik a magyar kézilabdához? A skandináv edzők elgondolása jól illik ahhoz a bizonyos magyar tradícióhoz, amire már az előbb tettél utalást. Igen, nekünk ugye soha nem biztos, hogy az az út, hogyha egyből másolunk bármilyen más sportnemzeteknek a játék stílusát, hanem nekünk meg kell tenni a saját játékos stílunk, és ezt kell ötvöznünk, úgy gondolom. Hiszen a mindennapokban, ahogy a fiatalok játszanak, amilyen játékot a játékosok játszanak, azt nem lehet már holnapra változtatni. Itt <tosz> úgy gondolom, hogy az edzőnek, hogyha más stílust hoz be, szintén adaptálni kell a magyar játék felfogáshoz, és ezt lesz ötvözni, de az biztos, hogy nekünk is el kell gondolkodnunk, hogy tényleg mi a jövő kézlabdázása. Ilyen uh, szempontból vagyok kíváncsi arra, hogy ti hogyan méritek föl, hogy milyen igények vannak abból, hogy a felnőtt mezőny ma milyen állapotban van. Hiszen csőstől jönnek a bírálatok, nincsenek átlövőink, beállósaink, megfelelő szintű védekező játékosaink. Sorolhatom, sorolhatom, jobban még út eszembe. Itt ült és azt mondta, ő nagyon elcsodálkozott rajta, hogy milyen kevés igazi klasszis magyar szélső van. Miközben a magyar kézilabdának van egy ilyen tradicionális emlékép, hogy milyen jó, és döntéseket és meccseket eldöntő fontos szélsőink voltak a magyar kézilabda történetben. Szóval nektek ott az akadémián kell ezt is figyelni, hogy hol vannak az igazi nagy problémák és ott képezni minél gyorsabban és minél többet a hiányposztokon? Nekünk a legfőbb feladatunk nyilván a bizonyos játék tendenciákat, hogy észrevegyük, és ezt a nemzetközi trendeket, illetve a magyar hiányosságot feltérképezzük. Azt tényes való, hogy a kicsit a skandináv vagy egyéb nemzeteknek a játékosok lelkülete más, mint Magyarországon. Amikor kint játszottam, nyilván érezhető volt, hogy még egy skandináv, egy nulszögből egy szélső bevállal az ittszereket, és hogyha hibázik, hibázik, de olyan önbizalommal veti be magát, és nem gondolkodik az, mi lesz, hogyha netán nem lőné be, addig Magyarországon talán ez másképp jellemzi a játékosokat. Ez lehet egy gondolkodásban is, de felvetődik nyilván a játék, játék filozófiában a kérdés, hogy kezelesebb labdoljút lesz szélre, illetve, hogy tényleg a képzésben mik azok a hiányosságok, amik, amiben úgy gondolom, hogy változnunk kell. És nyilván a Nemzeti Kézlabda Akadémiánál az edzőink ezekről beszélünk, és próbáljuk a képzéseket úgy alakítani, hogy erre időt szálljunk. A mi nagy előnyünk, hogy nekünk az edzőink által, az edzés lehetőségeink által megvan a lehetőségünk, hogy nem csak a csapatban gondolkodjunk, hanem a Diákokra szabva képezzük őket, és a minden hét heti programokban az atlétikai képességfejlesztés, az erőfejlesztés mellett tényleg egyéni képzéseket hajtsunk végre, ahol poszt-specifikusan képezzük őket. Furcsa év volt, hiszen idén két ikon is visszavonult a Magyar Készítőadóban, Nagy László, illetve most a Világművesség után a nőknél a. Ez ilyenkor mondhatni egyfajta vonalat, egy korszak végét is jelezheti, hiszen ez, ezek a nevek nagyon sok minden szimbolizálnak is. Nálatok az akadémián látod-e már, nem azt mondom, hogy ezeknek a zseniknek, nagyon nagy játékosoknak a másait vagy utódait, de a majdnem Nagy Lászlókat és a majdnem Görbicanitákat? Nyilván nálunk a fiatalok 14 évesen kerülnek hozzánk, és 18-19 évesen még nem teljesen kész játékosként elhagyják az akadémiát. Ott még nem beszéltünk arról, hogy ők már felnőtt szinten meghatározó játékosok lesznek, viszont ami a képzésünk fontos része, és ezért hiszünk a teljes ember nevelésében és képzésben, hogy karaktereket neveljünk. Nem biztos, hogy a sportban olyan játékosokra van csak szükség, akik asszimilálódnak, akik egy sok közül, hanem ugye egy Görbic és ő, ő, jellemzett egy korszakot a játék stílusával, játék intelligenciával, Nagy László szintúgy. Én úgy gondolom, hogy ez is egy másfajta gondolkodásmód, hogy nem kell minden játékos egységessé nevelnünk, hanem meg kell hagyni azokat az egyéni képességeket, amiben különlegesek lehetnek ezek a fiatalok. Na meg persze vannak dolgok, amiben érdemes egységesen nevelni, gondolom ezért is a kézilada nagyüzem mellett itt az év végén is meg egyáltalán részt vesztek jótékonysági akciókban is, például a Mátai Szeretett Szolgálat előtti gyűjtésében. Az, hogy ilyenek be bevonjátok a gyerekeket, ez miért fontos számotokra? Hogy említettem, én hiszem, hogy a teljes ember nevelési, ugye amellett, hogy az akadémia a sportról szól, de önmagában egy nemzeti kézlabda akadémia sokkal több ennek a célja. Ugye nekünk nagyon fontos az oktatás, nagyon fontos a gyerekeket szociálisan érzékenyíteni, hiszen az a kis közösség, amiben mi élünk a mindennapokban, én úgy gondolom ezen a határokon túl kell nézni, és sok olyan gyermekünk van egyébként, akik nehéz szociális helyzetből jönnek hozzánk, és olyanok is vannak, akik abszolút jó családokból. Őket felajánlottuk felé, hogy vegyenek részt egy olyan projektben, a ők a mértékék szerint, hogy gondolják, és ezt elneveztük viccesen fél pizza árának, ez tőlük jött, mert, mert szeretik a pizzát, hát minden fiatal szereti, és ők felejárnak összegeket, amit ők úgy gondolnak, hogy képesek adományozás vagy másra költeni. Hány fél pizza árát? Igen. Hát azért sok félpizzára jött össze, és ugye ez nem csak arról szól, hogy elménk és utána vásárolunk bárhol bizonyos tartós élményeket, hanem utána aktíva vagyunk részt, utána csomagoljuk be, juttassuk el ezekhez a családokhoz, mert úgy gondolom, amikor ténylegesen találkoznak ezekkel a családokkal, az egy meghatározó élmény, hogy igen, nekik szükségük van erre, és ez a személyes kapcsolat, ez az alapja ennek az együttműködésnek. Tamás, 2017 nekás eredményei alapján mi számítan a nagyon erős évnek jövőre 2018-ba számotokra? Úgy gondolom, hogy alapvetően nekünk a képzés legfontosabb. A tavalyi év, ahol tényleg a 32 végzősünkből, ugye ez az első évünk, 16 játékosunk a Magyar NBA-ben élt alá szerződés, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány. Amellett, hogy beszélünk az eredményességről és a csapataink sikereikről, akik tényleg a különböző bajnokságon mindig, vagy vezető, vagy az első három helyzésben vannak, én azt gondolom, hogy nekünk tényleg az akadémiának egy irányt kell mutatni a magyar sportban, ahol ö, ö, azt feltéképezzük, hogy a sportág merre megy. Ö, és hogyan lehet tényleg a világ elithez újra felzárkózni, és milyen képzés szükséges ahhoz. És úgy gondolom itt az összefogásról is beszélhetünk, hiszen nem csak egyes műhelyeknek kell lenni, hanem hogyha a magyar kézidobos volták összefog, akkor van arra lehetőség, hogy tényleg ezt a helyzeti hátrányunkat, amit most látunk, hogy azért adódik, hogy ezt újra zárjuk és felzárkózzunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.